Tisztelt hévíziek! Hamarosan pukkannak a pezsgős üvegek, kiöntjük a habzó italt a karcsú poharakba, hogy aztán majd nemzeti himnuszunk utolsó akkordjai után kocítsunk családtagjainkkal, barátainkkal az új esztendőre. Végigfut majd bennünk, mit hagyunk hátra, és vajon milyen lesz a jövő, mit várunk tőle, miben reménykedünk. Nehéz év, amit magunk mögött hagyunk. Eredményeink szerencsére voltak és vannak. Megújult városunk zöldszíve a Véderdő, mely számos csodálatos, hangulatos programnak adott helyet az év során, igazi kulturális csemegével szolgálva minden érdeklődő számára. Elkészült a Vörösmorté utcai beruházásunk, és felszentelhettük a csodálatos kálváriánkat, mely lelki töltődésünk helyszínévé válhatott. Megvalósult a Magyar Falu programból a Kálváriáig az út rendbetétele, valamint kerékpárutakat is építettünk, és a hulladék udvar is elkészül. Az általános iskola udvarát is sikerült felújítanunk. Városmarketingünk eredményességét díjakkal ismerték el a turizmus szakma képviselői, és a tavalyinál jobb eredményeket könyvelhetünk el a vendégéjszakák tekintetében. Eredményeink mellett azonban kétség kívül rengeteg problémával kellett megküzdenünk. Ismét. Reménykedtünk abban, hogy a Covid veszély leküzdése után 2020 előtt megszokott mederbe terelhetjük vissza életünket, de ez korán sem történhetett így. A szomszédunkban dúló háború egyre erősebben befolyásolja mindennapjainkat. Az év elején a menekültek százainak befogadását, ellátását, továbbutazásának támogatását kellett felvállalnunk, megoldanunk. A nyár végétől pedig a háború okozta súlyos gazdasági következményekkel kell számolnunk. Számolnunk kell, igen, szó szerint is. A hatalmasra növekedett energiaköltségek alaposan átiratták velünk városunk költségvetését, hetente számoltuk ki és számoljuk ki újra és újra, hogyan tudunk megbirkózni a pénzügyi nehézségekkel, úgy, hogy közben az életünket valahogy rendben tartsuk, intézményeinkben, szolgáltatásainkban, próbáljuk a megszokott színvonalat nyújtani lakóinknak, vendégeinknek. Hétről hétre újra kell tárgyalnunk és számolnunk beruházásaink haladását, vagy a haladás lehetséges útjait, mert a megnövekedett energia és munkabérterhek, a nyersanyagárak, az árak elszabadulása erre kényszerít minket. Jó lenne most pezsgős pohárral a kézben elégedetten hátradőlni, vagy beruházásaink átadásának fotóit, helyszíneit nézegetni. Ahogyan önök, én is ezt szeretném már végre. Az év, amiben hamarosan átlépünk, talán vágyaink, reményeink hozója lehet. 2023 könyvét még nem nyitottuk ki, a lapok még üresek. Mi magunk írjuk bele a történeteinket. Ahogyan egy 20. század elején élt angol írónő fogalmaz, a könyv címe Lehetőség, és az első fejezete Új év. Kezdjük hát írni az első fejezetet új lendülettel, ihlettel, hittel. Írjuk meg közösen olyanra, amilyenre mindannyian szeretnénk. Ehhez adjon nekünk Isten erőt, kitartást, hitet, egészséget, közös, egy irányba tenni akarást. Isten veled 2022, Isten hozott 2023.